Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek! A beiglizés és a szilveszteri buli közé úgy gondoltam, hogy beillesztek még egy videót, ami a két héttel ezelőtt felkerült Android a váltok videóval kapcsolatos két kérdésre ad választ. Az első, hogyan fogom használni az Apple Watch-omat Androidhoz? Nos, először is sehogy, ugyanis az Apple Watch kizárólag iPhone-nal kompatibilis, illetve ez nem is Apple Watch, tehát nem Apple Watch-ot használok, hanem véletlenül sokan összekevertétek vele az Amazfit Bip-et, ami mindkét platformmal kiválóan működik. A második kérdés, hogyan fogom használni az AirPods-omat Androiddal? És válasz? Nagyon egyszerűen. Az Apple vezeték nélküli fülhallgatója rengeteg mémtárgya lett, de mindemellett nagyon-nagyon népszerű is, és nem csak az iPhone-osok körében. Sokan nem tudják, hogy mindamellett, hogy Apple termékről van szó, használható Androiddal is, sőt bármilyen laptoppal is, bár a képességei nem teljes mértékben használhatóak ki. Értem ez alatt azt, hogy az androidos mobilok nem tudják használni a fülesben lévő W1 chipet, ami a gyors párosítást teszi lehetővé, így ez Droid alatt a hagyományos megoldással történik. A párosításhoz nincs más dolgunk, mint hogy nyissuk fel az AirPods-t, a hátulján nyomjuk hosszabban a gombot, és ha elkezd fehéren villogni a LED, akkor párosításra kész. Ezután irány a telefonunk Bluetooth menüje, az elérhető eszközökön belül keressük meg, és készen is van, már is hallgathatjuk a zenéket. Az iPhone-osok tudják szabályozni, hogy az AirPods oldalát megérintve milyen művelet menjen végbe, nos sajnos Androidnál erre nincsen lehetőség, ha duplán érintjük a fülhallgató oldalát, akkor megállítani vagy elindítani tudjuk a zenét, de semmi másra nem használhatjuk. Van még két nagyon fontos dolog, az egyik, hogyha kiveszed az egyiket a füledből, akkor a zene automatikusan nem fog megállni, mint az iPhone-nál, illetve hiába van benne a funkció Android 8.1-től, hogy láthatod a Bluetooth eszközök töltöttségét, más eszközöknél működik, az AirPods-nál viszont nem. Ezekre a problémákra van egy nagyon-nagyon király és egyszerű applikáció, az Air Battery, ami ingyenesen letölthető a Play áruházból. Ha ezt telepíted, akkor látni fogod a bölcső és a két füles aktuális töltöttségét, ellenőriztem iPhone-on is, és ugyanazt mutatják, tehát jól működik az app. Van továbbá egy AirPod Ear Detection funkció is, ami kizárólag Spotify-jal működik, ha ezt bekapcsolod, akkor a zene meg fog állni, ha kiveszed az egyik füles, ha pedig visszateszed, újra elindul. A beépített mikrofonok működnek Androidnál is, tehát hívások lebonyolítására is alkalmas az AirPods, illetve hogyha több eszközzel is szeretnéd használni, akkor nincsen más dolgod, mint visszatenni a bölcsőbe, hosszan nyomni hátul a gombot, amíg elkezd fehéren villogni a LED, ekkor lehet párosítani mással. Viszont ha már van két telefonod is mindkettővel párosítottad egyszer, akkor nem kell újból párosítani, ha épp a másikkal használnád, ilyenkor csak koppints rá a korábban párosított eszközöknél, és készen is van. Nagyjából egy évvel ezelőtt vettem meg magamnak az AirPods, azóta is nagyon-nagyon szeretem, az én fülemben tök jól illik, a hangminősége számomra teljesen megfelelő és jól is bírja üzemidőben, kb. 4-5 órán át lehet zenét hallgatni egyhuzamban, utána pedig mehet a töltőbe. Utazások során, vonaton vagy éppen éjszakai sorozatnézéshez szerintem kiváló, viszont hogyha sokat utazol repülőn, akkor a nagy külső zaj miatt nem nagyon lehet hallani, hogy mi szól benne, ebben az esetben sokkal jobban ajánlanék egy zajszűrős fejhallgatót. Ennyit szerettem volna ebben a videóban, tehát minimális hátráltatásokkal, de működik Androiddal is az AirPods. Remélem, hogy sikerült tisztázni a dolgokat. Én köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk jövőre. Laci voltam, legyetek jók, sziasztok!